Üdvözlök mindenkit, én Horváth Péter vagyok, ez pedig egy újabb filmes kritika, meg címe, Minden végzett nehéz. Tartalma, Harry javíthatatlan playboy. Korát meghazudódott libidóval, legfőbb vezérésével, soha ne kezd két 30-nál idősebb nővel. Éppen legújabb barátnője Marianna töltik első közös hétvégüket, amikor Harry szívinfarktus kap. Magyar bemutató 2004. március 20. Tulajdonképpen ezt a filmet nehéz egy kicsit, hogy is mondjam, megérteni, mert az a helyzet, hogy Harry egy nőnek a lányával kezdve randizni, csak az valahogyan azt mondja, film középtán lelép. Tehát azt meg rágerjed a lányának az anyjára, aki körülbelül az is Larry-vel egy idő, szóval aztán így elkezd ilyen kapcsolat jönni, akkor most összejövök vele, aztán mégsem jövök össze vele. Szóval majdnem olyan, mint a magyar sorozat a Barátok közt, vagy igen, vagy a Jó barozban, szóval eléggé, tehát így nehéz egy kicsit kiszámítani. Na, aztán bejön egy doki is a képbe, aki oda van Amerikáért, mert elvileg itt olvasta a könyvét, vagy ilyesmi volt még, úgyhogy ja. Szóval elég nehéz kiigazítani ezen a filmen, mert azért Harry egy fiatal nővel randizik, aztán az eltűnik, aztán meg rámed az anyjára. Szóval hát elég érdekes, úgyhogy ja. De alapvetően nem rossz, vicces, de hát én nem nagyon értettem így, hogy most mi hogy van. Elvileg hát romantikus, hát ahhoz képest se elég nehéz kiborgózni most ki kivel jár. Úgyhogy ja. Na, de ettől eltérve nézzük a jót. Szerintem a magyar szinkron itt egészen jó lett, úgyhogy azzal nincsen probléma. A negatív, hát röviden annyi, hogy az elején ugyebár Harry fiatal lánya randizik, az így meg eltűnik, és akkor az anyjával kezdett randizni, és akkor az meg nem szól semmit így. Tehát így elég furcsa. Úgyhogy aztán bejön ez a doki a képbe, meg rámegy Erikára, de Harrynek is tetszik Erika, szóval mondom, ez olyan esküszöm, mint egy magyar sorozat, Barátok közt, jól bár az. Úgyhogy ja. És aztán hát úgy kap úgy film közepén egy pár perc szerinte Paul McGlazer, azaz David Starsky, a Starsky saját sorozatban. Most a magyar szinkron nem Székely József, hanem Jakab Csaba, úgyhogy ja, őt sem lehet sokáig látni. Szóval elég nehéz kiboldozni. Úgy tud lenni, hát nem rossz, de így mondom olyan, mint egy magyar sorozat. Úgyhogy én 80%-ra értékelem ezt, és akkor ez lett volna az újabb filmes kritikám. Remélem tetszett, lájkoljátok, és feliratkozzatok a csatornára.